Vivi, én nem ismertelek még akkor, amikor te csak 14 éves voltál, de szinte biztos vagyok benne, hogy nem voltál olyan eltökélt és céltudatos, mint következő vendégünk Farkas Kornél, aki fiatal kora ellenére már több mint 3000 órát töltött kint a természetben, hogy megfigyelje a vadak mozgását és megörökítse őket a fényképezőgépével. Hamarosan vele is beszélgetünk, itt is ül már velünk Farkas Kornél. Szia! Sziasztok! Szia. Bocsáss meg, előbb reagálnék erre. Hát igen, 14 éves koromban még nem ismertél, ám 16 évesen már igen, de azt gondolom, hogy voltam ennyire eltökélt egy dologban biztosan benned, hiszen már több mint 3000 órát szántam neki az életemből. Minden kritikát visszaszívok, amit előbb megfogalmaztam. Köszönöm de hát szépen. Ez a 3000 óra bizony nem kevés, egy gyors fejszámolással 125 óra. Igen. Persze nem most számoltam ki, de egyébként te mikor kezdtél el fotózással foglalkozni? Mikor került először gép a kezedbe? Hát ilyen 3,5-4 évvel ezelőtt, amikor megtaláltam a szüleim régi fényképezőgépét a faházba, és akkor azzal kezdtem el fotózni Szentendre az Egzugos utcáit. Ilyenkor igyekeztem iskolába hazafele menet a Szentendrén a városon keresztül menni, és akkor házszámokat, templomokat, macskaköves utcákat, macskákat, és akkor fotóztam mindent. És ezután pedig jött a Covid, és az anyukám is tanár, és akkor ő úgy tanított, hogy felvette mindig videóra a tananyagot, és így pénteken nem volt semmi dolga, és kitaláltuk azt, hogy akkor menjünk el Nógrád megyébe, és akkor ott fotózunk tájakat, és akkor így ez a tájfotózás vált utána szerelem, és akkor utána nyílt meg egy kiállításom, úgyhogy így kezdődött nálam ez a fotózás iránti szeretet. De mi az, ami ennyire megragadott téged a természet fotózásában, a vadak szeretetében? Hát ez egy nehéz kérdés. Leginkább az, hogy akkor kelünk hajnalba, megnézem már előtte lévő este, hogy milyen idő lesz, és hogy hova szeretnénk kimenni. Letesszük a kocsit, akkor, hogyha találunk valami vadat, akkor rácserkelünk, ott fekszünk órákat a fűben, ahogy mondtam is. 3000 órát töltöttem már kint a természetbe, úgyhogy igazából ez az egész varázsa fogott meg engem a vad és a természet fotózásnak. Hogyan kell egyáltalán vadat fotózni? Mi ennek a technikája? Mondom, a türelem az egy nagyon fontos. Igen, egyébként én nem vagyok türelmes, így a hétköznapokban, viszont a természetben igen. És hogy hogyan kell elképzelni egy ilyen fotózás, meg hogy mit kell ahhoz, hogy vadat fotózzunk. Hát van három olyan tényező, amit mindenféleképpen figyelembe kell venni, hogyha valaki vadfotózásra szánja a fejét és kimegy a természetbe, az a szélirány. Tehát, hogyha lát egy vadat, akkor nem mindegy, hogy honnan fúj a szél. A legjobb az az, hogyha a vad felől fúj a szél, tehát szembeszélünk van, mert tehát tényleg 200 méterről is kiszagol téged a vad, és akkor elmegy, és a másik ilyen a takarás, tehát hogy igyekezünk úgy oda menni a vadhoz, hogy takarásba legyünk, hiszen észrevesz, és a másik az átszázás, mindig átszaruhába szoktam menni, ez ilyen erdő mintás, terep mintás ruha, és akkor úgy szoktam közelebb kúszni. Azt hittem, vadnak átszázod magad. Tényleg ilyen szarvakkal. Hát ezt még nem próbáltam. De van olyan egyébként, hogy észrevesz téged az őzike? Persze, rengeteg. És akkor megijed, vagy most már kezdenek hozzászokni a te jelenlétedhez? Hát ez is egy érdekes kérdés, mert a fiatalabb őzek, szarvasok, azok van, amikor ők jönnek, tehát ők cserkelnek be engem, és ők jönnek hozzám közel, de ez teljesen változó igazából. Tehát 1000 képből nagyon jól sikerül 10 kép, de tényleg rengetegszer ugrik el előle magad, mert meglát, vagy kiszagol. Mert te magad is említetted, hogy volt egy tárlatod, egy önálló tárlatod, de ennek már a második fejezetét is, második felvonását is megtartottad. Két év telt el a két tárlat között. Bizony. Mennyiben változtál te magad a két év alatt? Hogyan változtak meg a fotóid? Hogyan változott meg a látásmódod? Aha, hát ugye akkoriban városfotók, madárfotók, meg tájfotók voltak ott kint a kiállításon, viszont most már csak is vadfotók, meg volt benne kettő tájkép, meg egy makrókép, úgyhogy a téma is más, meg már jobban inkább a pillanatokra fókuszálok. Tehát ott a tájfotózásnál inkább az volt, hogy szépen struktúráltan, egységesen mutassam meg ott a Nógrád megyei tájakat, az érintetlen csodákat, viszont most már az, hogy olyan pillanatokat mutassak meg, amit mások egyáltalán nem láthatnak. Egy-egy alkotás amúgy mennyi utómunkát igényel a későbbiekben? Hát ez a természetfotózásnál egy nagyon érdekes kérdés, mert itt komoly szabályok vannak arra, hogy miket lehet eltüntetni a képről, hogyha egyáltalán el lehet tüntetni valamit, miket lehet állítani a képen, de nálam egy kép utómunkája az olyan 3-5 perc közé tehető. Tehát tényleg nem olyan sok, tehát világosság, az expozíció, a színeket kicsit állítani, a vibrálást, a telítettséget, meg a színhőmérsékletet, tehát nem kell ilyen retusálni az őznek az arcát, ilyesmi, úgyhogy tényleg ez ilyen 3-5 perc egy kép általában. Bármennyire is azt gondolhatnánk, hogy téged tényleg teljes mértékben a fotózás érdekel, és mind a jövőben is ezzel szeretnél foglalkozni hivatásszerűen, hát ez nem így van, hiszen te televíziós szerkesztő szeretnél lenni. Mi az, ami téged érdekel ebben a szakmában? Hú,
Hát megmondom őszintén, erre most nem tudok válaszolni, mert igazából ez úgy kezdődött nálam, ez a televíziós iránti szeretet, hogy ha jól számolom, már 2 éve bementem a Családbarát stúdiójába, és akkor ott megfogott ez az egész, ott adtam egy interjút a természetfotózás, és akkor ott megfogott ez az egész. Nem tudom, hogy mi benne, szerintem az egész légkör meg a hangulat. Úgyhogy erre most nem tudok válaszolni. Hát reméljük, hogy majd a jövőben hamarosan kollégaként köszönhetjük téged. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzá. Nagyon szépen köszönöm a meghívást.